Vagyok az Alazöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Kárka Szentkirályon ebben a csodálatos környezetben. Ez a terület az Alazöld Szíve akciócsoportnak a területe. 53 település tartozik hozzánk. Lényegében a Letenyei kistérség, a lenti kistérségnek a keleti része, illetőleg az alágerszegi kistérségből három település alkotja a tervezési területet. És azért érdekes ez a dolog, mert ott szemben látjátok a településeket, na az Horvátország, de itt előttünk az erdő, ez Szlovénia. Tehát itt van egy ilyen benyúló csücsök Szlovéniának, úgyhogy a Mura meg a Lendva folyó között. Ott szembe a Dombhátak, az meg Jeruzsálem. Ez meg onnan kapta a nevét, hogy a középkorban, amikor a keresztes lovagok mentek le a Szentföldre, akkor itt megálltak, és már akkor is jó boraik voltak, és azt mondták, hogy ez a mennyország, ez Jeruzsálem, és nem akarnak tovább menni. De valóban Jeruzsálem. Alapjaiban véve ez egy dombos, erdős, vizekben, vadvizekben gazdag terület, tehát egy változatos természeti táj, amelynek az értékei nyilvánvalóban ebből táplálkoznak, és erre épül az a vidékfejlesztési stratégia, amely kiszolgálására, végrehajtására fölállt a munkaszervezet, fölállt ez az egyesület, és mögénk csatlakozott az a tagság, az a 102 fő, aki ezt az egyesületet létrehozta. A program végrehajtása során a munkaszervezet, amelynek a mögöttem látható épületben van a székhelye, végzi a pályázatoknak az értékelését, feldolgozását, a projekteknek a kialakítását, a pályázók segítését. Hát mint minden hacsnak, nekünk is ez a fő profilunk. Igyekszünk nyilvánvalóan a partnereket, a helyi szereplőket, a kis településen élőket segíteni abban, hogy ezek a pályázatok, amelyeket az UMVP, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program lehetővé tesz, minél jobban, minél sikeresebben megvalósulhassanak. Fontosnak tartom elmondani, hogy a mi településeink számára ez egy óriási nagy lehetőség. Ez az első olyan kézzelfogható nagy fejlesztési forrás, amellyel a vidék rendelkezhet. Ezt ennek fontosságával mindenki tisztában van, és ezért bízunk ennek a programnak a sikerében. Most ebben a turisztikai projektben hát ennél még egy emelettel magasabb tornyok épülnek, 7 darab. Egy már megvan, most adják át valamikor, szerintem egy néhány héten belül tornaföldje nagyot megyünk el mellette, ezt lehet látni, de az még nem olyan állapot, hogy föl lehessen rá menni. Nézem a bunkert. Na és ilyen helyekre, ahonnan be lehetett látni a horvátokat, akkor így is láthatnak, olyan helyekre építették ezeket a dolgokat. De itt még a vasajtó rajta van, úgy látom. A helyi vidékfejlesztési stratégiánk részben a határmentiségből, részben a természeti értékek és a földrajzi adottságok miatt elsősorban a turizmusra koncentrál. Ez az a kitörési pont, amiben a legtöbben hisznek a vidéken, ezen a vidéken, és ez az, amiben mi is próbálunk segíteni őket. Csak néhány szóban, mi az a természeti környezet, amire büszkék vagyunk, és amit nyilvánvalóan mások számára is érdemesnek tartunk bemutatni. Hát azok a nagy erdőségek, amelyek körülvesznek minket a Letenyei Dombság lankáin, a Vétyemi Ősbükkös, az itt kanyargó erdei kisvasút, amely egyébként az ország leghosszabb ilyen jellegű létesítménye, termálfürdőink, négy termálfürdő található a térségben. A másik fontos dolog pedig, hogy olyan építészeti emlékek vannak, amelyek szintén méltóak a bemutatásra. Szécsi sziget a vízimalmával. A
kastélyával. Templomaival. De említhetjük Bákát, ahol Európa szintű ritkosságként egy olyan projektet valósítanak meg, amely a hidegháborús bunkerrendszernek a bemutatását, felújítását és fejlesztését szolgálja. A szovjet vezetés elsősorban Sztálin parancsára úgy dönt, hogy végig az egész jugoszláv határszakaszon egy erődítési rendszer kell létrehozni. ...637 kilométer hosszan. A mi egyesületünk, a Páka Értékeit Egyesület mintegy 5 éve felfedezte ezeknek a jelentőségét, és Páka község határában lévő erődítési rendszer maradványait, bunkereket, parancsnoki bunkert felfedezve és megtisztítva elkezdte ezt a projektet. A Csömödér-Pákai rész, hát itt kezdődött a felfedezés, amit majd a helyszínen még be fogok mutatni. Tudod, innét lett volna vezényelve, ha valami esemény történik. Legyőztetőke? Ő a legjobb a csapatban. Nem remeg a kezem. Benne leszünk a tévébe? Elmondjátok, hogy kik vagytok és mit csináltok itt? Nem, ez egy verseny. Verseny. 3D-sz IASZ verseny. Az 53-os Sztálin halála után Ruscsov már nyit a jugoszlávok felé. A védelmi rendszer önmagában értelmét vesztette. Átadják TSZ-eknek, tanácsoknak, egy részét a lakosság széjjel hordta. Jó napot, hello! Lehet, hogy te vagy a legfiatalabb bunkernéző. Nem fordulhat az elő? Felfedezték már az IASZ-ok, és természeti lehetőséget kihasználva egy botanikai ösvényt és hadtörténeti ösvényt alakítunk ki. Ha megnézik az erdőben, már most ugye védett, nagyon szépen nyílik az őszi ciklámen. Rákosiék még inkább túl is akarták a sztálini elvárásokat szárnyolni, és rettentő sok anyagi áldozatot követelt ez. A 637 kilométer hosszan elnyúló erődrendszer, ez egy betonba öntött őrület volt. Ez egy lövegállás. Nem tudom, Aliba mit keres itt. Itt ne lőjenek meg. Ez volt a lövegnek a rejtek helye. A citromsárga itt van lenn. Ide bele kell jönni le. Ja, onnan kell lőni. És a rózsaszín? Bunkerba le. Igen. Ha már ez így adódott, akkor nekünk ezt kötelességünk megőrizni, az 50-es évekről tájékoztatni a lakosságot, nagyon sok érdeklődő van, újságot, sajtót, utoljára említem, de nem utolsó sorba a mi gyerekeinket, ezekről a sajnálatos dolgokról, hogy remélhetőleg többet ilyen
ne következzen be Magyarország történetébe, mert egyszer azért szeretnénk, hogyha gyerekeink, unokáink békés körülmények között tudnák az életüket leélni, és az életszínvonalnak az alakulását nem tenné tönkre a fejlődést egy-egy ilyen betonba öntött őrület. A térségnek két jelentős folyója van, az egyik a Mura, másik meg a jóval kisebb Kerka. Mind a két folyó azzal a lehetőséggel kecsegtet, hogy rajta a vízitúrázással egy olyan turisztikai ágat hozzunk létre, amely jelenleg még gyerekcipőbe jár a térségben. Kikötők épülnek, csónakházak kerülnek felújításra és kialakításra, és a szükséges eszközrendszer kerül beszerzésre, illetőleg létrejön egy olyan komplex turisztikai kínálat, amely emellett a víziturisztikai lehetőség mellett egyéb turisztikai rendszerekhez kapcsolódik. Másik jelentős turisztikai ág, amely új, nem csak Magyarországon, de a térségben is, az a geocaching, amely Nyugat-Európából, tőleg pontosabban az Egyesült Államokból indult el annak idején hódító útjára, és nagyon gyorsan eljutott hozzánk is. Na most úgy gondoltuk, hogy a hátrányból erényt kovácsolva a turista útjainkat úgy tudjuk bővíteni, ha geocachingre alapozzuk ezeket a fejlesztéseket, és így egy olyan geocaching hálózat van kialakulóban a térségben, amely úgy gondoljuk, hogy vonzó lehet a turisták számára, akik a technikai újdonságok felé fogékonyak. Egy olyan LEADER pályázatnak a megvalósításának a küszöbén állunk, amely a helyi vonzerőknek a bemutatását egy kincskereső játékkal kombinálva igyekszik bemutatni, és hát úgy gondoljuk, hogy egy olyan kalandot, egy olyan élményt ad az ide látogatóknak, amely által megismerhetik a vidéket, becsalogathatja őket az erdőkből, a mezőkből, a falvakba, a vállalkozókhoz, a termálfürdőkhöz és az egyéb idegenforgalmi célállomásokhoz.